Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Már elindultak a titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái. Mi 25-én indítottunk, és ezek az éjszakák eltartanak január 5-éig. Ahogy az egyes napokat átéled, milyen témák vannak, kikkel találkozol, milyen a hangulatod, mindezt automatikusan átviszed jövő évre. Minden nap egy hónapot jelent. Most december 29-én az 5. napnál tartunk. És az azt jelenti, ahogy ezt a napot átéled, pontosan ez lesz az energia jövő év májusában. Ha szeretnél ezen valamit javítani, akkor jelentkezhetsz a szertartásra. A díjam 4000 forint, ez este 11 órakor kezdődik, éjfélig, és ez a szertartás azért van, hogy szerencse legyen májusban, és bizonyos témákra kihat. Ezek az anyagiak, a biztonság érzete, a munkát illetően, a családi kapcsolatokat illetően, vagy a párkapcsolatot illetően. Azon kívül segít abban, hogy legyen meg a harmónia, a nyugalom, egy szép környezet. Ennek a szertartásnak van gyógyító ereje is. És most megnézzük a kártyákon, hogy hol lesz ez a biztonság érzete. Hol vannak még témák, amin javítani kellene? Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Fölötted nincs kártya, az jelenteni a gondolataidat, a terveidet. Te nem beszélsz erről, vagy nem szabad erről beszélni. Légy zárkózott és titokzatos. Ez a férfi itt van alattad, utalhat a társadra, de a férfiakra is. És te megjelensz itt a gondolataiban, a szívvel és ezzel a nappal. Ő tisztázni szeretne veled valamit, kimutatja az érzelmeket, szeretettel, szerelemmel gondol rád. Itt látható a szerencse, hiszen az utak azt jelentik, hogy ő döntéseket fog hozni. Ha te egy hölgy vagy, lehet, hogy neked is döntéseket kellene hoznod, de itt van mellette ez a felhő, és az jelent olyan dolgokat, ami még átláthatatlan. Lehet, hogy ez még túl korai számodra itt konkrét döntéseket hozni, vagy elvárod azt, hogy ő hozzon döntéseket, de így május elején ezt ő még nem közli, hiszen látható, hogy zárkózott, és számodra ez a helyzet még átláthatatlan. De úgy május közepéig, május végéig változik a helyzet, hiszen itt a gólyák jelentik a változásokat, és megjelennek az egerek. A kártyavettésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit. Eltávolítják a felhőt, eltávolítják a könyvet, ezt az árkózottságot, mindazt, ami átláthatatlan, és hamarosan itt tisztázódik valami, szerencse lesz a szerelmet illetően, és itt ez a kála virág szintén a tisztaságra utal, azt jelenti, itt is tisztázódik valami. Nem csak a szerelmet illetően, hanem az anyagiakat illetően is, hiszen a halak azok utalnak az anyagiakra. Itt ez a gyűrű és ez a levél, az jelent bizonyos szerződéseket. Ez lehet egy munkahelyi változás, hiszen itt előtte van ez a horgony, és szimbolizálja a munkát, a hivatást. Itt a virágcsokor, az jelenti a szerencsét, ugyanúgy, mint a 4 levelű lóhere.
a nap megvilágít valamit, tehát hogy tudja, hogy mit akar, hogy milyen változások lesznek a munkát illetően, és az anyagiakat illetően. Amit ez a virágcsokor még jelent, egy kreatív tevékenység, vagy egy magáncég kialakítása. De azért óvatosnak kell lenni, ami a hivatalos ügyeket, vagy egy bírósági ügyet jelez. Ezt jelenti itt ez a torony, és a torony mellett ott van a hamisság. Mivel ez a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet, és a torony egy bírósági ügyet, legyetek óvatosak, hiszen itt valaki be akar csapni benneteket. De ez a koporsó jelentheti azt is, hogy a hamis döntések lezáródnak, és a gyermek utal egy új kezdetre. Itt döntésekről lesz szó, és a kereszt jelenti a hitet, ebben kell hinni, de jelenti azt is, hogy elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Nem csak nálatok lesz ez a döntés, hanem ami a hivatalos dolgokat illeti, és itt ez a levél lehet egy hír, egy dokumentum, vagy bizonyos szerződések. Itt tisztázódik valami, és a halak kihatnak az anyagiakra. Itt lesz egy stabil anyagi helyzet, vagy munka, vagy szerződések, hiszen itt előtte a horgony jelenti ezeket a stabil kapcsolatokat, egy stabil helyzetet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!